Sziasztok, hölgyek, urak! Én Csatai Gergő vagyok, megint a Gergő Rufis világával, és tudom, hogy egy jó ideje már nem volt videó. Úgyhogy úgy gondoltam, mert hogy nagyon sok minden történt velem januárban, illetve az elmúlt másfél hónapban, hogy leülök egy reggeli kávé mellé, és egyszerűen elmesélem nektek, hogy merre jártam az elmúlt másfél hónapban, mert hogy Floridában, Miami-ban és Orlandóban voltam Luffy-t hajtogatni, illetve egy rövid látogatást tettem Nürnbergben is, egy világjáték kiállításon, ahol szintén léggömbökkel foglalkoztam. Úgyhogy ez most egy ilyen hát story time videó lesz, ez meg olyan izés szó, mindegy elmesélem, hogy hol voltam az elmúlt másfél hónapban. A Szóval igen, januárban másfél hetet töltöttem Floridában, mert hogy a Jamar léggömbök, tudjátok akinek egyébként a, a, nagykövete is vagyok, ezt egyébként a Las Vegas-i mesélős videóban már egyébként kifejtettem, Hagyok oda lent hozzá egy linket, hogyha esetleg nem láttátok azt a videót. Szóval, hogy én ott egy léggömb nagykövetként felkértek, hogy vegyek részt Floridában egy, hát egy léggöm jamen. Hogy mi is az a léggömb jam? Nehéz elmondani, igazából egy olyan lufis találkozó, ahol a világ minden pontjáról összejönnek a lufisok, és korlátlan mennyiségben rendelkezésre áll mindenféle léggyöm, és azt építesz belőle, és annyit, és olyat, amit csak akarsz. Így egyébként a Jamar, ugye, akik egy olasz gyár, de ezt is a Las vegas videóban már elmondtam, uh, is kiállítottak, mert hogy van egy nagyon kedves házas pár, Piero és Maria, akik egyébként az első kisgyereküket, az első kisfiúkat várják. Szóval, hogy ők a hivatalos amerikai disztribútora ennek a Jamar léggömnek, és egyébként uh, egyre erősödik Amerikában ez a lufi, éppen ezért szerettek volna egy nemzetközi oktatót felkérni arra, hogy népszerűsítse ezt a lufit Amerikában ezen a Florida Super Gemen. hogy mennyire nemzetközi ez az egész dolog. Jöttek egy lufi hajtogatók Németországból, Japánból, az Egyesült Királyságból, meg egy csomó-csomó-csomó Havájról is például, meg Kanadából. Szóval tök jó volt úgy találkozni lufisokkal megint, hogy, hogy olyan az az egész, mint egy borzasztónak család. Leszámítva azt egyébként, hogy, hogy az összes lufi hajtogató, és ezt halál komolyan mondom, az összes lufi hajtogató egyébként szerintem félőrült mert hogy <laughs> ott volt a kedvencem, Mr. Jack. Uh, tudom, Mr. Jack, most nem érted, amit mondok, de lehet, hogy eljut hozzád ez a videó. Egyébként imádtam azt, hogy, hogy ahogy a, 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 a külföldi kultúrák így összeütköznek, és ott volt Mr. Jack Németországból, aki reggel tízkor már részeg volt a Jägermeistertől, mert hogy egyébként mi mást innen egy német lufi hajtogató. Aztán ott volt például Japánból Nao Osaka, aki, aki meg hát egy ilyen viszonylag uh, zárt a kultúrából jött, és uh, hát uh, nagyon beruktak. Aztán ott volt egy másik srác uh, Kanadából, Na hát vele fogadott a német srác Jack, hogy egy egyébként Jürgen volt, csak sokkal könnyebb volt így kimondani, hogy Jack, aki meg egyébként fogadott vele, hogy valami 7 másodperc alatt képes egy üvegsört meginni. És hát Jacknek is sikerült, meg Justinnak is. Úgyhogy valami elképesztő buli volt ez az egész, de nem is az alkoholt nézve egyébként, hanem hogy miket csináltunk Luffyból, mert hogy minden légőm kiállító lehetőséget kapott valami óriási nagyot építeni. Így építettek egyébként egy óriási hőlékballont, vagy egy óriási uh, mi ez, hajót, az én feladatom egyébként pedig három részből állt. Az első feladatom az volt, hogy a főbejárathoz építsek egy organikus lufi kaput. Na most az organikus lufit ezt úgy kell elképzelni, hogy a fotón is látod, hogy nem ez a szabályos rendezett léggömb oszlopokból áll, hanem ilyen, tudod, ilyen különböző nagyságú lufikból, ami mostanában elég menő. Úgyhogy ezt kellett megterveznem a Florida Super Gem színeiben, ami a lila, a kék és a sárga. Aztán a második feladatom pedig négy tanúra megtartása volt olyan technikákkal és olyan Luffy um, lufi hajtogatós kis trükkökkel, ami én az elmúlt tíz év alatt szedtem magamra, az elmúlt 10 év alatt rengeteg sok dolgot találtam ki, amióta lufikkal foglalkozom. Apropó, ha esetleg az én Luffy szakmámmal kapcsolatban van valami kívánságot, akkor oda lehet hagyjatok kérdést meg, tegyetek fel nekem kérdéseket, mert lehet, hogy egy felelek videót is fogunk azzal kapcsolatban csinálni, hogy én hogyan kerültem erre a pályára, és hogy miket értem el eddig. Na de, vissza az óráimhoz, mert hogy tartottam négy lufis órát, és volt benne bűvészkedés, volt benne jelmez, volt benne apró kis cuki figurák, tehát egy csomó, csomó, csomó minden. Oké. Nem, nem, nem. Nem, nem. Oh. Ah, and me shit the dog! <laughs> <laughs> that wow. was nice. You did that to Grandma V. Yeah, shame on you. Oh ah. <laughs> I'm going home. megtartottam ezt a négy órát, volt olyan órám is, ami közeltelt házas volt, volt olyan órám is, amire inkább csak azok az emberek küldtek be, akik mondjuk például a bűvész trükkökben úgy érdekeltek voltak, de összességében szerintem mind a négy órám zseniálisan jól sikerült, és abszolút csomó dicséretet, meg csomó pozitív dolgot kaptam. Aztán a harmadik feladatom pedig a Gem Room-ban lévő aktív résztvétel volt, ami azt jelenti, hogy ugye mondtam, hogy kint lehetett egy csomó lufi, ugye a Jam Lufitól is egy csomó kint volt, így nézett ki egyébként a standunk, arról a pandáról ott a sarokban majd mindjárt mesélni fogok. Tehát így nézett ki a standunk, és én pedig folyamatosan ott voltam, lufizgattam, csináltam jodát, csináltam mikiegeret, csomó fán dolgot, uh, és uh, és tanítottam, és oktattam, és, és tök jó volt azt látni, hogy... hogy Ugye azt tudni kell Floridáról, hogy Floridának a lakosságának közel 90%-a spanyol ajkú. Mexikóból, Venezuelából, Kubából, meg az ottani környező szigetországokból, vagy szigetekről vándorolnak Floridába az emberek. És éppen ezért, ha bár Orlando-ban voltunk, nem sokan tudtak jól angolul... Szerencsére én sem, ha bár én azért elég jól beszélek angolul. Így ezért tök jó megértettük egymást, mert hogy, hogy tök egy szinten voltunk angolból, meg idegen nyelvekből, és így, és így tényleg olyan volt az egész, mint egy család, mindenki tudta, mit szeretne a másik. Egy csomó-csomó bar új baráttal, egy csomó új ajándékkal jöttem haza. Tudom, kicsit kalandozok, de ezt szeretném nektek megmutatni, ugyanis megint bővült a Luffy kutyás gyűjteményem, amit szeretnék majd egyszer egyébként megmutatni nektek, mert hogy kaptam egy ilyen elképesztő jó kis um, Luffy kutyás kitűzőt, ebből egyébként van narancssárga is, csak én a citromsárgát hoztam el, illetve nem csak ez, hanem a Florida Super Jam 2019 logóját is uh, 3D nyomtatott Luffy kutyából megkaptam. Úgyhogy ez egyébként elképesztően jól néz ki. Nekem a kedvencem lett. Ezt ide le is teszem hátra. Így. És úgy érzem egyébként, hogy, hogy lassan be kell szereznem egy polcot, mert hogy olyan sok Luffy kutyás utcon van már, amit egyébként szeretném, hogy lássatok ti is, mert hogy csak a csatorna Luffy hajtogatásra épít hú, basszus, hol tartottam? Család, meg lufi hajtogatók, meg oktatás. Ja, igen. És hogy volt az utolsó este, amikor is volt egy, hát egy parádi, egy felvonulás. és kellett valami lufi jelmezt csinálni, és tudtam, hogy a, illetve sejtettem, hogy a Jemárnak az egyik újdonsága a panda lesz, úgyhogy kapva kaptam az alkalmon, hogy végre lehetőségem van valami nagyot építeni, mert hogy ez ugye a hétköznapokban az ember nem áll neki 300 lufiból 5 órán keresztül egy pandát hajtogatni, úgyhogy gondoltam, miért ne? Hát egy délután, meg egy egész délelőttön át csináltam azt a pandát. Egy óriási panda jelmezt, ami egyébként felvehető volt, bele is küzdöttem magam, nem is egyszer, amúgy zseniális volt. Hallod, imádták. Én szerintem a, a, az egész estének, vagy az egész parádénak, és tudom, hogy az öndicséret mindig bűzlik egy picit, de amúgy ez a panda volt a legjobb jelmez, egyszerűen, egyszerűen oda és vissza volt érte mindenki, megőrültek érte. annyi volt csak a baj, hogy mikor felvettem, akkor én egyébként semmit nem láttam benne, de nem úgy, hogy, hogy így, így, így előre nem, hanem hogy így ott álltam egy, egy panda jelmezben, szólt a zene, meg táncoltunk, meg, meg buli volt, meg akkor már az egy Jägermeister is fogyott. Köszönöm, Mr. Jack. És uh... És semmit nem láttam benne. Na mindegy kegyetlen jó volt. Az egész egyébként, hogy mondtam is, um, kb. 350 lufiból készült, nagyjából 5, majdnem 6 órán keresztül. Hozzáteszem egyébként, hogyha nem szeretnél lemaradni az ilyesmi posztjaimról, akkor egyébként Instagramon köves, mert Insta storyban és Insta fotókon azért sokkal többször jelentkezem. Igyekszem, ha nem is naponta, de azért pár naponta feltölteni arról, hogy éppen hol járok, éppen merre vagyok a világban, mert hogy szerencsére viszonylag sok felé eljutottam mostanában. És uh, Instagramon is egyébként Egyébként már 3000-en vagyunk, itt a csatornán pedig 2700-at verdessük most már alulról, úgyhogy ha van olyan barátod, akinek megmutatnád a csatornát, és ő is feliratkozna, akkor ott az alkalom, és tedd meg, mert elképesztő jó dolgokkal készülök nektek, mert hogy visszajöttem Floridából, megcsináltam az óriási pandajelmet, táncoltunk, borzasztóan jó volt, Viszont utána, egy héttel később voltam Nürnbergben is, amiről nem nagyon szeretnék külön videót, mert hogy egy villámlátogatás volt, viszont összefutottam Nürnbergben Csorba Anitával, akitől nem véletlenül egyébként van egy könyvem is, és ez nem szponzorált tartalom, meg nem fizettek érte, egyszerűen csak uh, megkaptam Csorba Anita ízemlékek című könyvét, amiben egyébként egy csomó recept van, és uh, őszinte leszek, Azért vállaltam el uh, ezt a könyvet, illetve azért szerettem bele ebbe a könyvbe, mert hogy a lufihajtogatás egy borzasztó kreatív dolog, és uh, hát... Uh szerintem a sütés-főzés is viszonylag egy kreatív dolog tud lenni, hogyha a kezedbe akad egy ilyen könyv, mert hogy, hogy, ki tudod egészíteni a recepteket, saját ötleteket tudsz belerakni, és én már csináltam egy süti szörnyet ami végig itt pihent, mert hogy egy következő videóim egyikében szeretnék ebből valahogy egy Luffy kutyás süteményt, egy lufi kutyás valami kis és sütit kihozni. Azt, hogy hogy fog sikerülni, hát azt a manó se tudja, de Luffy kutyás sütte fel, süti szörnyel együtt. Szóval ezért is érdemes feliratkozni a videóra, mert hogy, hogy szeretném egy kicsit bővíteni így a csatornát, hogy persze Luffy hajtogatás, meg cuki Luffy süti szörny, de, de hogy legyen egy kicsit több. Úgyhogy így voltam Floridában, ezért nem jelentkeztem mostanában videóval, mert hogy Florida, Nürnberg nagyon sok időt és nagyon sok energiát elvett az életemből, de most már itt vagyok, hazaértem, körülbelül három nappal ezelőtt. Egyébként a csatornánk a Kinti Máriától és Pierótól kapott is egyébként egy ilyen elismervényt, mégpedig a Florida Super Gem 2019, hát Mr. Gergő Lufis világa, ez uh, kikerül majd a farra. Szeretném a stúdióban is majd, hogy látható legyen, mert hogy nem ez az egyetlen, most már három ilyen kitüntetéssel, három Gergő Lufis világás uh, szertifikéttel büszkélkedhet a csatornánk. Szóval úgy érzem, hogy valami elképesztő dolog indult el a csatornán, uh, ha nem is világméretű, de az én karrieremben és az én Lufis uh, lufis szakmámon belül igenis kezdek, hál' Istennek, nagyon ismert lenni, és ez egy tök jó érzés, és szeretném veletek megosztani, szeretném, ha ennek ti is a részesei lennétek, ti, akik az elejétől fogva követik a csatornámat, én egyszerűen a holdig vagyok meg vissza, úgyhogy, úgyhogy ilyen szirmai gergősen gyertek egy hatalmas ölelést, és itt találkozunk legközelebb. Sziasztok!